Ittatok már kőszegi bort? Hősiesen bevallom, hogy velem nagyon-nagyon ritkán fordul elő, és most, amikor ezt a bort megkóstoltam, akkor láttam, hogy ez vétkes mulasztás, és sürgősen pótolni kell. Szóval, ami a poharamban van, az egy 2016-os bíborkadarka kőszegről, a lángpincészettől. A bíborkadarka festőszőlő. Hogy ez miért jelentős, arra mindjárt rájöttök, ha megmutatom, hogy milyen a színe. Nézzétek meg ezt a sötét, majdnem fekete tónust, ami a pohárban van. Hogy összehasonlítsuk, ott van a hátam mögött egy Pinot Noir, ugyancsak 2016-os évjáratból, és látható, hogy az a Pinot Noir sokkal-sokkal világosabb tónusú színben a pohárban, mint ez a bíborkadarka. Nézzük az illatát. Elbűvölő. Nagyon izgalmas, mély, koncentrált, és tele van rengeteg elsődleges gyümölcsösséggel, mindenféle fekete gyümölcs benne van, áfonya, szeder, fekete ribizli, de van benne ugyanakkor babér, van benne déli fűszerek közül mondjuk kakukkfű. Nagyon izgalmas. Ha megkóstoljuk. Hú, nagyon jók a savai. Szikára bor. Teljesen-teljesen száraz, gyönyörűen tartják a savak, nagyon egyben van, és az a gyümölcsösség, amiről illatban beszéltünk, ízben is megjelenik. Meg a megy. Iszonyatosan izgalmas megyesség van benne, nagyon-nagyon hosszú az utóízben a megyes tartalom, de ugyanakkor ott van a ribizli, az áfonya, a babér, és mindaz, amit illatban felsoroltunk. Ez egy nagyon-nagyon izgalmas bor. Rendkívül különleges, és még mindig mondom, 2016-os évjáratú, tehát 5 éves, és gyönyörűen tartja magát. Ha tehetitek, kóstoljátok meg! Egészségetek!